tartotta az elnökségi időszakban, hogy külön kapcsolatokat ápoljunk ezen országokkal. Elnöki, miniszterelnöki, házelnöki látogatások, találkozók zajlottak le ezekben a viszonylatokban, és mindegyik ország egyel előre tudott lépni. Szóval Horvátország nem pusztán Horvátországról, hanem nagyon sok mindenről szól, és azt gondolom, hogy az, amit a magyar diplomácia, a magyar politika egésze Horvátország csatlakozási tárgyalásainak a lezárásáért megtett, nagyon hosszú távon fog kamatozni az ország és az egész szomszédságunk számára. Ami pedig a nemzeti egység hiányát illeti, sajnálatos. Valóban erőltetettek és szánalmasak azok a támadások, amelyeknek folyamatosan ki vagyunk téve, de azt gondolom, hogy hozzászokhattunk ehhez, és végül is fogjuk föl úgy, hogy köszönettel tartozunk a szocialista képviselőknek, bizonyíthattuk azt is, hogy ellenszélben is képesek vagyunk sikereket elérni. Köszönöm szépen a figyelmet! Mai utolsó naprendi felszólalóként Vona Gábor frakcióvezető úr következik a Jobbik részéről. Ezt nem Jóka írta, hanem Alföldi rendezte címmel. Parancsoljon, képviselő úr! Nagyon szépen köszönöm! Tisztelt elnök úr, tisztelt országgyűlés! Jókai Mór Aranyember regényében a főhős bármihez nyúl hozzá, aranyjá válik a keze alatt. Ez, ami az önök kormányzásáról nem mondható el. Az önök kormányzása az nem egy jókai regény, hanem egy dráma, amelyet úgy tűnik, hogy Alföldi Róbert rendezett. Ugye Alföldi Róbertre jellemző, hogy képes az eredeti értéktartalmat önmagából kiforgatni, és eléggé torz, sok esetben beteg formában a színpadra álmodni. Hát önöknél is valami hasonló zajlik, nem aranyjá válnak a dolgok a kezeik alatt, hanem sárrá, és ez különösképpen érvényes a gazdaságpolitikájukra ott, mint hogyha valami átok ülne azon. Engedje meg a tisztelt kormánypárt, hogy végigszaladjak gyorsan néhány kezdeményezésükön, ami akár aranyjá válhatott volna, de mégsem vált azzá. Ugye különadókat vezettek be. Ez egy önmagában nagyon jó kezdeményezés volt a multinacionális tőke ellen, de hát mi történt az önök keze alatt, hogy ezt átterhelték a fogyasztókra? Magyarország továbbra is a multinacionális tőke támogatásának paradicsoma, a KKV-k pedig Magyarországon pária létben élnek a saját hazájukban, bürokrácia, körbetartozások, az áfa ügy terheli őket, és Magyarország azon országok közé tartozik az Unióban, ahol nincs felelőse, nincs érdemi felelőse a kormányzatban a KKV szektornak. A bankadó hasonlóképpen ugyanúgy egy jó kezdeményezés lehetett volna, de az önök keze alatt ez is sárrá vált, a bankadót is átterhelték a bankok a lakosságra, és hát önök még pluszba a devizahitelesek megmentéseként álcázott csomagként egy bankmentő csomaggal ajándékozták meg ezért őket. A devizahiteleseknek a megmentése állami segédettel szintén nagyon jó dolog lett volna, lehetett volna, de megint csak átokült az önök intézkedésein. A rögzített árfolyam valójában nem más, mint a kivégzés kitolása. Most nem főbelövik a devizahiteleseket, hanem majd 3 év múlva felnégyelik őket. A svájci frank forint árfolyamhoz kötni az ő sorsukat az egyértelműen egy hatalmas tévút. Nyilvánvalóan az euróból való menekülés és ezzel kapcsolatosan a svájci franknak az erősödése ezeket az embereket néhány év múlva kilátástalan helyzetbe fogja hozni. A Jobbik javaslata az volt, hogyha már a magánnyugdíj pénztárakkal azt tették, amit, akkor ebből az összegből egyszeri forintosítással mentsük meg ezeket az embereket és az egész országot ettől a problémától, de hát önök nem ezt tették, mert a magánnyugdíj pénztárakhoz is hozzá kellett nyúlni, ez is aranyjá válhatott volna, de ez sem vált aranyjá az önök kezdeményezése alatt. Ugye a Jobbik javaslata itt is ott feküdt az asztalon, azt mondtuk, hogy a második pillért vegyük állami kezelésbe, tehát ne szüntessük meg, hanem állami felügyelet alatt működtessük tovább. Önök az egészet lesöpörték, szétrombolták, feldulták, betörelték a közösbe, aztán pedig részben államadósságnak a törlesztésére fordították. Az államadósságnak a kiemelése szintén válhatott volna aranyjá, hogy ezt végre egy magyar kormány kiemelt problémaként kezeli, de hát itt is megint csak azt tudom mondani, hogy nem sikerült ezt a célt elérni. Az államadósággal kapcsolatban is egyértelmű a Jobbik javaslata. A miniszterelnök úr itt néhány perc óvott ettől, én mégis azt fogom mondani, Magyarországnak nemzet stratégiai érdeke, hogy minél előbb az államadósságot újra tárgyaljuk. Átütemezzük, hogy a magyar gazdaságot megmentsük ettől a helyzettől. Miniszterelnök úr mindig azt mondja, hogy egy szabadságharcot vívunk az államadóság ellen, ezt a harcot már kezdetektől fogva elveszítettük, ezt ugyanis nem lehet megnyerni, maximum Ceausescu módján lehet ilyenfajta háborút viselni. Remélem Orbán Viktor miniszterelnök úr nem Ceausescu gazdaságpolitikáját követi. Az pedig, hogy világcsúcs volt az államadóság csökkentése, valóban világcsúcs volt, könyvelési manőverként világcsúcs volt, de nem a magyar gazdaság teljesítményeként, úgyhogy az államadóságtól, az államadóság távlati megmenekülését várni a Szélkálmán tervtől, az körülbelül olyan, mint Adolf Hitlernek a csodafegyverétől várni annak idején a II. Világháború megfordulását. És aztán itt jön ugye az újabb
újabb nagy-nagy próbálkozása a kormánynak, a hamburgeradó, ami hát megint azt tudom mondani, hogy egy nagyszerű kezdeményezés lehetne, célja lehet az, hogy az egészségtelen táplálkozást visszaszorítsuk, hogy hogy Bogár László szavaival éljek, már a elkészítése pillanatában szemétnek számító élelmiszertől, főképp ugye nemzetközi cégek által ideordott szemétől megmentsük az országot. De hát nem ezt a cél éri el az önök intézkedése révén a hamburger adó, hanem meg kell ugye nézni az édesipari vállalkozóknak a nyilatkozatát. Magyar munkahelyek fognak megszűnni, ahelyett, hogy az egészségtelen táplálkozást szorítanánk vissza, csak azért, hogy az önök gazdaságpolitikájának lyukait, amelyet ezeken a soroktatós hibákkal megteremtettek, ezeket megpróbálják valahogy betömni. Én azt hiszem, egyértelművé vált az, hogy valami a gazdaságpolitikájukban nincs rendben, vagy nem tudják, hogy merre haladjonak, vagy tudják, de azt valaki más írja ennek a forgatókönyvét. Ugye a kérdés az, hogy ebben az utóbbi esetben kírja a magyar gazdaságpolitika forgatókönyvét. Ugye tettem itt némileg egy javaslatot ennek a megfejtésére Alföldi Róbert személyében. És tényleg az látható, hogy bármibe fog az a kormány, vagy rossz cél tűz ki, és ezért rossz útra téved, vagy jó cél tűz ki, de elvéti a megvalósítást, és katasztrófába viszi a gazdaságpolitika intézkedéseivel az országot. Úgyhogy arra kérem a kormányt, hogy Alföldi Róbertet ne csak a nemzeti szín, és az ő szellemiségét, a mindent lerombolni szellemiségét, ne csak a Nemzeti Színháztól tartsák távol, de az egész magyar kormánytól, Magyarországtól és a gazdaságpolitikától is. Köszönöm szépen. Szatmári Kristóf államtitkár úr, a szó. Köszönöm szépen, elnök úr, tisztelt ház, frakcióvezető úr. Az az igazság, hogy picit nehéz helyzetbe hozott, mert egyetlen felszólalás alatt Alföldi Róbertet és Hitler csodafegyverét emlegetni valóban talán meghaladja azt a lehetőséget, amit lehet válaszolni önnek. Mégis az elején ugye kicsit tanakodtam is, hogy miről fog szólni az ön felszólalása. Nem eltérve a tárgytól, de mivel ön is eléggé csapongott itt különböző szimbólumok és nevek között, én azzal hagyd kezdjem, hogy azért Jókait és Alföldit ne említse lehetőleg egy szinten, mert ez valóban kicsit olyan lenne, mint a GDP adatokat és a földforgását együtt emlegetni. De a konkrét kérdésére vonatkozólag, vagyis az, hogy a kormány elmúlt egyéves gazdasági teljesítménye milyen is, azért ebben nagyon komoly nézeteltéréseink vannak. Ön itt jó néhány olyan intézkedést említett, amelyet ön is elismerte, hogy jó kezdeményezések voltak. Abban viszont abszolút nem értünk egyet, hogy ennek volt eredménye, vagy nem volt eredménye. Akár a bankadók, akár a különadók területét nézem, azt gondolom, hogy a magyar gazdaság tavalyi évi és az államháztartás tavalyi évi stabilitását az a különadó rendszer adta meg, amit a kormány elfogadott. Tette mindezt úgy, hogy szakította elődeinek az általános fűnyíró elv megszorításaival, és nem azokat a társadalmi rétegeket kívánta terhelni, amelyeket amúgy is az elmúlt időszakban, az elmúlt 8 éves szocialista kormány nagyon nehéz helyzetbe hozott. És azt gondolom, hogy a költségek áthárítatóságának tekintetében sincs önnek igaza, hiszen ha épp megnézi a mai napi híreket, a bankoknak a tavalyi évi nyeresége jelentősen csökkent egy korábbi időszakhoz viszonyítva, amelyet a legtöbb gazdasági elemző azzal indokol, hogy egyébként a bankadót nem tudták, ha meg is próbálták, nem tudták alapvetően áthárítani a lakosságra. Ami a KKV-t illeti, hát először is, mivel hogy én lennék a felelős a KKV-ért a kormányban, ezt szeretném visszautasítani, hogy ennek nincs gazdája, és azt gondolom, hogy pont egy olyan szemlélet van ma a minisztériumban, amely a vállalkozók szemszögéből nézi a kormányzati intézkedéseket, és most hosszan sorolhatnám önnek egyébként, hogy milyen adminisztráció csökkentő javaslatok történtek, most az adócsökkentésről nem beszélek, ugye, a társasági adó tekintetében, de a napi standolás megszüntetésétől kezdve a társasházi törvény módosításán át, ami például az üzlethelységek funkcióváltását eredményezi, jó néhány apró dolog egyébként történt. Abban viszont
kérem, hogy ismerj el, hogy ez megint egy olyan kérdés, ami a hazai KKV helyzetét nem lehet egy csomóval, vagy egy gordiuszi csomó átvágásával megoldani, hanem sok apró lépés van, és az a kormányzat igenis eltökélt abban, hogy a magyar gazdaság gerincét adó hazai kis- és középvállalkozói réteget támogassa, próbálja meg a gazdaság élénkítésen, a Széchenyi tervben keresztül helyzetbe hozni, és ha helyzetbe tudjuk hozni a hazai kis- és középvállalkozói szektort, akkor ő lesz képes majd valóban azokat a munkahelyeket leginkább megteremteni, amely a magyar gazdaság fejlődésének alapjait képezi. Tehát én, bár mondom, valószínűleg az összes részére nem fogok tudni kitérni, a magányugdíj pénztári átalakításon keresztül válaszolni, amit ön fölhozott. Én összességében azt tudom mondani, hogy az önmagában jelzi az elmúlt egy év gazdaságpolitikáját, hogy közel egy éve, amikor a Magyarországon új kormány alakult, a magyar gazdaság, a magyar államháztartás a csőd szélén állt. Lényegében, ahogy miniszterelnök úr mai mondani valójában is benne volt, egy nemzetközi szervezet által diktált feltételek mellett volt képes csak az egyensúlyát fönntartani az államháztartásnak. Ezt sikerült egy év alatt az adórendszer átalakításával, a magányugdíjpénztári rendszer átalakításával, adócsökkentésekkel egy olyan gazdasággá erősíteni, ami ma képes a piacról finanszírozni önmagát, képes arra, hogy beindítson különböző vállalkozásfejlesztési programokat, és azt gondolom, hogy ez a legjobb példája annak, vagy a legjobb lakmuszpapírja annak, hogy igenis az elmúlt egy év gazdaságpolitikája alapvetően a hazai kis- és középvállalkozásokra, a hazai emberekre fókuszált, és minden reményünk megvan arra, hogy ez a gazdaságpolitika egy belátható időn belül eléri az eredményét a hazai kis- és középvállalkozók és a lakosság számára is. Köszönöm figyelmüket, köszönöm elnök úr. Tisztelt ház, ezzel a naprendi felszólások végére értünk. Felkérem Lenhardt Balázs jegyző urat, hogy ismertesse a további naprenden kívüli felszólalókat. Tisztelt országgyűlés, a mai napon napirend utáni felszólalásra senki sem jelentkezett. A holnapi napon napirend előtti felszólásra jelentkeztek a következő képviselők. Vágó Gábor, LMP, Lezsák Sándor, Fidesz, Gurnándor, MSZP, Spaller Endre, KDNP és Szávai István, Jobbik. A holnapi és a szerdai napon napirend utáni felszólásra senki sem jelentkezett. Most felkérem Tiba István jegyző urat, ismertesse a társulatba vételt elutasító bizottsági döntéseket. Tisztelt országgyűlés! Bejelentem, hogy 2011. június 23-án a Honvédelmi Bizottság a polgárőrségek működésének biztosítása érdekében szükséges egyes törvények módosításáról szóló TPER 3449 számon Apáti István, Jobbik és más képviselők által benyújtott előterjesztés, a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi 43-as törvény módosításáról szóló TPER 3450-es számon Berta Szilvia és Volner János, Jobbik képviselő által benyújtott előterjesztést tárgysorozatba vételét elutasította. Tisztelt országgyűlés! A házbizottság TPER 3486-os és a HPER 3133-as számú előterjesztések tárgyalása során házszabálytól való eltérésre tett javaslatot. Felkérem Lenhardt Balázs jegyző urat, hogy ismertesse a TPER 3486/1-es számú házbizottsági javaslatot. A házbizottság a TPER 3486/1-es számú javaslatában azt kezdeményezi, hogy az országgyűlés a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi 64. törvény módosításáról szóló TPER 3486. számú törvényjavaslat tárgyalása során úgy térjen el a házszabálytól, hogy módosító javaslatok benyújtására 2011. augusztus 26-án pénteken 12 óráig legyen lehetőség. Amennyiben a képviselőcsoportok nem kívánnak élni az 5 perces felszólás lehetőségével, akkor kérdezem a tisztelt országgyűlést, hogy elfogadja a javaslatot, kérem, szavazzanak. Megállapítom, hogy a ház 314 igen szavazattal egy nem ellenében tartózkodás nélkül a házszabályától való eltérésre irányuló javaslatot elfogadta.
Most felkérem Tiba jegyző urat, Tiba István jegyző urat, hogy ismertesse a H/3133/6-os számú házbizottsági javaslatot. Tisztelt Országgyűlés! A házbizottsága a H/3313/6-os számú javaslatában azt kezdeményezi, hogy az Országgyűlés a területfejlesztési támogatásokról és a decentralizáció elveiről, a kedvezményezett térségek besorolásának feltételrendszeréről szóló 67/2007 6.-28. országgyűlési határozat módosításáról szóló H/3133-as számú országgyűlési határozati javaslat döntéshozatala során úgy térjen el a házszabálytól, hogy a módosító javaslatról történő szavazásra és módosító javaslatok elfogadása esetén is a zárószavazásra a mai napon kerüljön sor. Amennyiben a képviselőcsoportok nem kívánnak élni a felszólás lehetőségével, megkérdezem a házat, hogy támogatja-e a javaslatot. Kérem, szavazzanak! Megállapítom, hogy a ház 327 igen szavazattal, 2 nem ellenében tartózkodás nélkül a javaslatot elfogadta. Tisztelt Országgyűlés, soron következik ma kezdődő ülésünk napirendjének megállapítása. A napirendre az ülés időtartamára, a felszólási időkeretekre, a vezérszónoki felosztásra elnöki jogkörömben terjesztettem elő ajánlásomat. A benyújtott önálló indítványokról és a hatáskörrel rendelkező bizottságok kijelöléséről a honlapon tájékozódhatnak. Tisztelt Ház! Bejelentem, hogy a pénzügyi szervezetek állami felügyeletéről szóló 2010. évi 158-as törvény módosításáról szóló T/3549-es számú törvényjavaslathoz módosító javaslat érkezett, ezért a részletes vitára bocsátásra ma a határozathozatalok sorában, a részletes vitára pedig ma este utolsó napirendi pontként kerül sor. Tisztelt Ház! A Fidesz képviselőcsoportja azt kezdeményezi, hogy a ma kezdődő ülés napirendje egészüljön ki a népegészségügyi termékadóról szóló T/3652-es számú törvényjavaslat napirendet űzésével és sürgős tárgyalásával, annak érdekében, hogy az általános vita már a mai napon megkezdődhessen. Megkérdezem, kíván-e valaki indokolni 2 percben a sürgősségi indítványt? Amennyiben nem, tisztelt Országgyűlés, a napirend kiegészítéséről és a sürgős tárgyalásról egy döntéssel határozunk. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, elfogadja a Fidesz indítványát? Kérem, szavazzanak! Kérem, most szavazzanak! A ház 283 igen szavazattal, 49 nem ellenében tartózkodás nélkül a javaslatot elfogadta. Bejelentem, hogy az előterjesztés általános vitájára ma a határozathozatalokat követően 3. napirendi pontként, a részletes vitára bocsátásra holnap reggel, a napirend előtti felszólalásokat követően, a részletes vitára pedig holnap a T/3649-es számú előterjesztés tárgyalását követően kerül majd sor. Tisztelt Országgyűlés, most előterjesztések sürgős tárgyalásba vételéről határozunk. A kormány sürgős tárgyalást kérve benyújtotta a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló 2010. évi 169-as törvény módosításáról szóló T/3636-os számú törvényjavaslatot. Megkérdezem az előteresztőket, hogy kívánják-e indokolni a sürgős tárgyalásba vételt. Kovács Zoltán képviselő úr nyilván tévedésből nyomta meg a gombot. Köszönöm. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, sürgős tárgyalásba veszi-e a T/3636-os számú törvényjavaslatot. Kérem, szavazzanak! Megállapítom, hogy a ház 250 igen szavazattal, 86 nem ellenében tartózkodás nélkül a javaslatot elfogadta. Tisztelt Ház, az előterjesztés általános vitájára ma utolsó napirendi pontként kerül sor. A Fidesz képviselőcsoportja sürgős tárgyalást kérve benyújtotta az egyes földügyi tárgyú törvények módosításáról szóló T/3649-es számú
törvényjavaslatot. Amennyiben az előterjesztők nem kívánják indokolni a sürgős tárgyalásba vételi kérelmet, megkérdezem a házat, hogy sürgős tárgyalásba veszi-e a TPER 3649-es számú javaslatot. Kérem, szavazzanak! Megállapítom, hogy a ház 297 igen szavazattal, 45 nem ellenében tartózkodás nélkül a javaslatot elfogadta. Tisztelt ház, az előterjesztés általános vitájára ma utolsó napirendi pontként kerül sor. A Fidesz képviselőcsoportja azt javasolta, a ma kezdődő ülésünk naprendje egészüljön ki a budapesti Kossuth tér rekonstrukciójáról szóló országgyűlési határozati javaslat általános vitájával. Aki ezzel egyetért, kérem kézfelemeléssel szavazzon. Köszönöm, megállapítom, hogy az országgyűlés látható többsége a javaslatot elfogadta. Az előterjesztés tárgyalására szerdán első napirendi pontként kerül majd sor. Tisztelt országgyűlés, most az elnöki jogkörben előterjesztett napirendi ajánlásról döntünk. Kérdezem a tisztelt házat, hogy elfogadja-e napirendi ajánlásomat az előbb elfogadott módosításokkal egyetemben. Kérem, készfelemeléssel jelezzék. Köszönöm, megállapítom, hogy az országgyűlés látható többsége a naprendet elfogadta. Tisztelt országgyűlés, most 15 óra 9 perckor áttérünk az interpellációk, azonnali kérdések és kérdések tárgyalására. Elsőként Varga Zoltán, MSZP-s képviselő úrnak adom meg a szót, aki interpellációt nyújtott be a belügyminiszterhez, az önkormányzatiság megszüntetése felé haladunk címmel. Képviselő úrra jön szó. Köszönöm szépen a szót, tisztelt elnök úr. Tisztelt államtitkár úr, körülbelül egy hónapja a parlamenti frakciók megkapták a belügyminisztérium koncepcióját, amely átalakítaná az önkormányzati rendszert Magyarországon. Az önkormányzatok nem szent tehenek hazánkban, a rendszer finanszírozása, működése sok helyen problémás, nem egyértelmű az állami és helyi önkormányzati feladatok szétválasztása, magas az önkormányzati adósságállomány is. Röviden, tehát akkor is üdvözlendő a reform szándéka, ha a Fidesz, hogy az önök mantrájával éljek, az elmúlt 8 évben kitartóan akadályozott minden erre irányuló törekvést, nemzethalált és a tradicionális jogkörök eltiprását vizionálva. Azonban a koncepcióban rengeteg olyan elem van, amellyel még javaslat szintjén kell vitatkozni. Az első, hogy a koncepció az önkormányzati és állami feladatok, illetve a fővárosi kerületek és a főváros vezetése kapcsán egymásnak homlok egyenes ötleteket is megfogalmaz. Ebből egyetlen dolog válik világossá, az, hogy a Fidesznek a 8 év ellenzékben nem volt elegendő arra, hogy bármit is gondoljanak az önkormányzati rendszerről. Ezt erősítik meg azok a hírek, amelyek azt mondják, hogy a kormány elképzelése fényévnyi távolságra van a frakció elképzelésétől. Számunkra érthetetlen, hogy a kormányhivatalok erősítésén kívül, ami megint csak a hatalom kormányhoz rendelését szolgálja, miért nincs egyetlen világos és egyértelmű iránytjelző javaslat sem az anyagban. Az önkormányzati és állami feladatok szétválasztása szintén jó irány, de ha 2000 fő alatti települések hivatalait megszüntetik, az egyenlő lesz a falurombolással, ráadásul erről ismételten egy szót sem ejtettek a választások előtt. Reméljük, most nem egyéni képviselői indítványban fogják benyújtani a törvényt, hogy legalább a törvénytervezetről lehessen majd egyeztetni az érintettekkel, az érdekeltekkel. Elfogadhatatlan az iparűzési adó részleges elvonása, amellett, hogy sok helyen ez jelent fedezetet a hitelek finanszírozásához, ugyanígy elfogadhatatlan rákényszeríteni a helyi önkormányzatokat új helyi adók bevezetésére, vagy az adók emelésére, ami a lakossági terhek mértéktelen emelkedéséhez vezethet. Most az önkormányzatokon keresztül szorít meg a megszorításokat elvből ellenző kormány. Tisztelt államtitkár úr! Van elképzelése a kormánynak arról, hogyan akadályozzák meg, hogy a lakossági terhek súlyosan emelkedjenek az intézkedések következtében? Van-e arra magyarázatuk, hogy miért növelik a megyei és járási kormányhivatalok jogkörét, miközben a demokrácia egyik legkomolyabb vívmányát, az önkormányzatiság elvét gyengítik? Meg tudják-e mondani, hogyan lesz olcsóbb és hatékonyabb egy olyan rendszer, amelyben nem a helyi szinten születnek meg a döntések? És végül, van-e önmagának nem ellentmondó elképzelésük arról, mi lesz Budapest közigazgatásával? Várom válaszát.
Megadom a szót Tálai András államtitkár úrnak. Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt országgyűlés, tisztelt képviselő úr, ha megengedi, először a interpellációjából szeretnék kiemelni, hiszen azt gondolom tanulságos. Az első részben megállapítja, hogy az önkormányzatok eladósodottak, hogy a finanszírozásuk zavaros, és hogy nem egyértelmű a helyi, az állami és az önkormányzati feladatok szétválasztása, tehát ez szükséges. Ez igazából fölfogható önkritikának is, az önök, vagy személy szerint az ön kormányzásának, az önkritikájának. Én azt gondolom, van miért kijelenteni az önkritikát, hiszen az önök 8 éve alatt az önkormányzatok csak egyre több feladatokat kaptak, egyre nagyobb lett az adminisztráció, egyre nőtt a bürokrácia, és lassabb lett emiatt az ügyintézés. A többlet feladattal nem párosult az állami támogatás. Az állami támogatás csökkentésének önök mindenféle módszerét kipróbálták az önkormányzatokon. Nem finanszírozták az inflációt, megemelték az áfát, a feladatot kiadták, de állami támogatást nem tettek hozzá. Végezetül pedig elvonták, csökkentették a normatívákat. Mi lett a következmény? Fizetési nehézségek, kifizetetlen számlák, az önkormányzatok eladósodása. 2002-ben még az önkormányzati szektornak lényegében nem volt adósága, 2005-ben ez a szám már 330 milliárd forint, és 2010-ben a kormányzás 8. évében már meghaladta az 1200 milliárd forintot. Működésképtelenség jellemző nagyon sok önkormányzatra, és bizony az önkormányzatok jelentős része sajnos csődhelyzetbe került. Ez az önök hagyatéka az önkormányzati rendszerre. Ha megengedi, az interpellációból idéznék még, amikor azt mondja, hogy egyetlen világos és egyértelmű iránytjelző javaslat sincs az anyagban, már mint a koncepció munkaanyagában, majd a következő mondat így szól. Az önkormányzati és állami feladatok szétválasztása szintén jó irány. Most akkor van olyan anyag, ami, vagy az anyagban olyan, ami jó, vagy nincsen. Ráadásul azt mondja, hogy szintén, tehát akkor nem az az első olyan megállapítás, amely az anyagban jó. Tehát önmagával is ellentmondásban van az ön interpellációja. Azt gondolom, hogy az a megállapítás pedig teljes szakmaiságra val, hogy megszűnnek a 2000 fő település alatti községekben, településeken a hivatalok, hiszen ön is tudja, ha mondjuk környezőségben van megszervezve, igaz, hogy önálló hivatalot nincsen, de a környezőség által az ügyfélszolgálat, a szolgáltatásoknak a biztosítása az teljesen rendben van, és folyamatos egy-egy önkormányzatnál. És teljesen érthetetlen számomra az a kijelentése, hogy elfogadhatatlan az iparűzési adó részleges elvonása, az jelenleg van az önök rendszerében, hiszen ma 142 önkormányzattól 33 milliárdot von el a költségvetés. Mi egy olyan rendszert szeretnénk csinálni, kiépíteni, ahol egy kiegyenlítő modell fog működni, ahol azok az önkormányzatok, amelyek több iparűzési adót szednek be, hozzájárulnak a teljes rendszernek a működtetéséhez. És végül azt gondolom, hogy a koncepcióban a föltett kérdéseire a válaszokat megtaláljuk, hiszen semmiféle önkormányzatiság elvének gyengülése nem következik be. A döntések továbbra is helyben fognak megszületni. Az alaptörvény biztosítja minden település számára a képviselőtestület, polgármester választást. Az önkormányzatiság, a rendeletalkotás, a határozathozatal, az önálló gazdálkodás minden önkormányzat számára megmarad. Budapest vonatkozásában pedig egyértelműen az a célunk, hogy egy jobban, hatékonyan működő fővárosi önkormányzati rendszert hozzunk létre, és ahhoz minimum a feladatok és a hatáskörök átszabása szükséges. Végül köszönöm, hogy az interpellációjában üdvözli a reformot, kérem, hogy támogassák is majd azt. Köszönöm szépen. Megkérdezem Varga Zoltán képviselőt, hogy elfogadja az államtitkári választ. Úr, köszönöm szépen, elnök úr, a lehetőséget. Tisztelt államtitkár úr, én azt gondolom, hogy jó lenne most már túllépni azon, hogy az ilyen interpellációk válasza kapcsán önök az elmúlt 8 évet kritizálják. Az én interpellációm az teljesen világos volt. Arról a koncepcióról beszéltem, amelyet körülbelül egy hónapja önök elküldtek minden frakciónak, és ebben a levélben még azt is ígérték, hogy majd ezen koncepció kapcsán különböző beszélgetések, tárgyalások, egyeztetések, véleménycserék talán az elkövetkezendő időszakban
létrejönnek. Én azért hoztuk ide ezt az interpellációt, mert az elmúlt időszakban azért azt lehetett olvasni a sajtóban, hogy ugyan különböző önkormányzati szövetségekkel van egyeztetés, de hát itt olyan messzire állnak az álláspontok egymástól, hogy magam is kíváncsian várom, hogy egyáltalán milyen törvényjavaslat lesz majd ősszel benyújtva. Az a válasz, amit ön mondott, az elfogadhatatlan, nem fogadom el, és azt kérem képviselőtársaimtól, hogy ők se fogadják el.